Tobit könyve. Első rész. Ez a könyv Tobit története. Tóbiá fiái, aki Ananielnek volt a fia, az meg el-fiáé fiái Eduelé. Aziel nemzetségéből, Naftali törzséből. Szalmanasszának az asszírok királyának idejében Tibéből fogságba hurcolták. Ez Galileának felső részén Kádes Naftalitól délre fekszik, Hákor fölött nyugatra, és Szefattól éjszakra. Én, Tobit, egész életemben igaz úton jártam, s a jót tettem. Bőven osztottam Alamizsnát testvéreimnek, és azoknak az embereknek, akik velem együtt éltek, és kerültek az asszírok országába, Ninivébe. Amikor még hazámban, Izrael országában éltem, akkor még fiatal voltam. Atyámnak, Naftalinak egész törzse elszakadt Dávid házától és Jeruzsálemtől, Noha Izrael összes törzse közül ráesett a választás, hogy minden törzs ott mutassa be az áldozatot. A templom, az Elohim lakóhelye minden törzs számára épült. Örök időkre. Testvéreim és Naftali háza a borjúnak áldoztak, amelyet Izrael kirája Jerobeám állított Dánban, Galilea hegyein. Gyakran elzarándokoltam egy magam az ünnepekre Jeruzsálembe, amint egész Izraelnek előírja egy örök időkre szóló törvény, az első terméssel és az állatok első szülötteivel, a jószág tizedével és a birka első gyapjával. Odaadtam áron fiainak a papoknak, hogy tegyék az áldozati oltárra. A bor és a gabona, az olaj, a gránátalma, és az egyéb gyümölcs tizedét lévi fiainak adtam át, akik Jeruzsálemben teljesítettek szolgálatot. A második tizedet, hat egymás utáni éven át, eladtam, aztán elmentem és felhasználtam Jeruzsálemben. A harmadikat az árváknak, özvegyeknek és idegeneknek adtam, akik Izrael fiai között élnek. Minden harmadik esztendőben megajándékoztam őket vele és megettük Mózes törvényének előírásaihoz híven, ahogyan apai nagyanyám Debora tanított bennünket. Apám ugyanis meghalt, és árván maradtam. Amikor elértem a férfikort, apám nemzetségéből vettem feleséget, Annának hívták. Született tőle egy fiam, Tóbiásnak neveztem el. Amikor engem is elhurcoltak Asszíriába, Ninivébe kerültem, Testvéreim és a nemzetségemből valók mind ettek a pogányok ételéből, én azonban óvakodtam tőle, hogy egyem a pogányok ételéből. Mivel szívvel lélekkel ragaszkodtam hatalmasságomhoz, a magasságbeli szalmanasszár kegyeibe juttatott, úgyhogy én lettem a bevásárlója. Médiába mentem, s a haláláig vásároltam neki. És a médiai rágesban Gába Elnél, Gábri testvérénél tíz talentum ezüstöt helyeztem letétbe. Amikor Szalmanasszár meghalt, fia Szánkerib lett helyette a király, a médiába vezető utak nem voltak többé biztonságosak, így nem utazhattam oda. Szalmanasszár idejében bőséges alamizsnát osztottam testvéreimnek. Kenyeremet az éhezőknek, ruhámat a rongyosaknak adtam. Ha láttam, hogy meghalt valaki a nemzetségemből, és odadobták Ninive falat tövébe, eltemettem. Azokat is eltemettem, akiket... Sáncherib ölt meg, amikor Júdából menekülésszerűen visszatért azután, hogy az ég királya megbüntette a káromlót, Sanherib sokat megöletett Izrael fiai közül haragjában. Titokban fogtam a holttesteket és eltemettem őket. Amikor aztán a király kereste őket, nem találta. Akkor egy ninivei ember elment és tudtára adta a királynak, hogy én vagyok az, aki titokban eltemetem őket. Mihelyt ne vettem, hogy a királynak tudomása van tetteimről, és meg akar öletni, félelmemben elmenekültem. Erre minden vagyonomat elkobozták, mindent lefoglaltak az államkincstár számára, és feleségemen, annám, meg fiamon, Tóbiáson kívül nem maradt semmim. De negyven nap sem telt bele, és két fia megölte Szánkeribet, aztán az Ararád hegységébe menekültek. Helyette... Assarhaddon lett a király. Ahikárt, Anál nevű testvérem fiát tette meg főkincstárosnak és kormányzónak. Ahikár szólt az érdekemben, így aztán visszatérhettem Ninivébe. Ahikár volt ugyanis a fő pohárnok és a pecsétőr, a kancellár és az államkincstár vezetője. Assarhaddon meghagyta hivatalaiban. A rokonságomból származott, az unokaöcsém volt. Második rész Asszarhaddon uralkodása idején visszatértem házamba, és visszakaptam feleségemet Annát, meg fiamat Tóbiást. Pünköstkor a hetek ünnepén jó ebéd volt. Leültem enni. Elém tették az ételt, különféle fogásokat hoztak. Azt mondtam Tóbiásnak a fiamnak. Erre egy gyermekem aztán, ha nélkülözőre akadsz a testvérek körében, akiket idehurcoltak hurcoltak Ninivébe, hozd ide, s ha derékember, ember, neki is jut az ételből. Megvárlak, fiam, amíg visszatérsz. Tóbiás el is ment, hogy testvéreink közt egy szegényt keressen, de visszajött, s így szólt. Apám, na mi van, fiam, feleltem neki. Apám, folytatta, valakit megöltek a mieink közül, megfojtották, aztán odadobták a piac térre, míg most is ott fekszik. Nem kellett az étel, fölkeltem, elhoztam az embert a térről, és bevittem egy házba, hogyha majd lenyugszik a nap, eltemessem. Aztán hazamentem, megmosakodtam, és szomorúan ettem a kegyeremet. Eszembe jutott, amit Ámosz prófét a Bételről mondott. Ünnepeitek gyászszá változnak, és újongástok sirató énekké. Sírva fakadtam. Napnyugta után aztán elmentem, sírtástam és eltemettem. A szomszédok kicsúfoltak és azt mondták: Na ez már megint nem fél. Nem szabad elfelejteni, hogy ilyenek miatt díjat tűztek ki a fejemre. A múltkor el kellett menekülni, és lám, most már megint temeti a halottakat. Éjszaka megfürödtem, kimentem az udvarra és lefeküdtem a fal tövébe. Mivel meleg volt, nem takartam be a fejemet. Nem tudtam, hogy verebek fészkelnek fölöttem a falon. Meleg ürülék hullott a szemembe. Fehér foltok keletkeztek rajtam, úgyhogy orvoshoz kellett fordulnom. Minél több kenőcsöt használtam el, annál vaksibbá váltam a foltoktól, végül egészen megvakultam. Négy évig nem láttam, sajnáltak is nagyon a testvéreim. Két évig ahikár gondoskodott eltartásomra, amíg előmajzba nem ment. Akkor a feleségem kétkezi munkába fogott. Gyapjút font, vásznat szőtt, megrendelésre dolgozott és pénzt kapott érte. Egyszer március 7-én elkészült egy darabbal és átadta a megrendelőknek. Ezek mind kifizették, amivel tartoztak, aztán ráadásul még egy kecskegidával is megajándékozták. Amikor a közelembe ért, elkezdett mekegni. Szóltam a feleségemnek és megkérdeztem tőle, honnan van a gida? Talán csak nem lopott jószág. Add vissza a gazdájának, lopott jószágot nem szabad megenni. Azt felelte. Ráadásul kaptam a munkámért járó pénzen kívül. De nem hittem el neki, és ráparancsoltam, hogy vigye vissza a gazdájának. Egészen kipirultam a mérektől. De ő sem maradt adós a felelettel. Mire mentél az alamizsnáddal és a jó téteményeddel? Csak rád kell nézni, és meglátszik, mennyit értek. Harmadik rész. Erre nagyot sóhajtottam, és keserves sírásra fakadtam, majd ebbe a panaszos imába fogtam. Igazságos vagy Adonai, tetteid igazságosak, s minden utad írgalom és hűség. Te vagy a világ bírája. Jussak hát eszedbe, Adonai, tekints rám. Ne büntes bűneimért, sem tévejgéseimért, sem pedig atyám vétkeiért. Mert vétkeztünk színed előtt, megszektük parancsaidat, ezért aztán megengedett, hogy kifosszanak bennünket, fogságba hurcoljanak és megöljenek, hogy szóbeszéd és gúny tárgya, meg intő példa legyünk a népek számára, amelyek közé szétszortál bennünket. Ítéleteid igazságosak, védkeim és atyáim bűnei miatt végrehajtattad őket rajtam. Hiszen nem vettük figyelem parancsaidat, és nem jártunk igaz úton színed előtt. Bány velem úgy, ahogy neked tetszik parancsold meg, és elszáll a lelkem. Meghalok, és porrá leszek. Mert jobb meghalnom, mint sem élnem, hiszen rágalmat és gyalászkodást kell hallanom, és nagyon nagy a bánatom. Adonáj, várom, hogy elhatározásod megszabadít a megpróbáltatástól. Hadd menjek már az örök hazába. Ne fordítsd el, Adonáj, arcodat én tőlem mert jobb meghalni, mint élni, ha ilyen kegyetlen rossz sora van az embernek. Belefáradtam már a gyalászkodás hallgatásába. Ugyanezen a napon történt médiában, Ekbatanában, hogy rágu lányát Sárát kicsúfolta apjának egyik szolgálója. Sárát ugyanis már hét férfihez is feleségül adták, de Azmodeus a gonosz szellem mindegyiket megölte, mielőtt még mint jó házastársak összekerültek volna. Azt mondta neki a cselédlány, Tellőd meg a férjeidet, már hét urad is volt, de egyikkel sem volt szerencséd. És ha meghaltak is, ez még nem ok arra, hogy minket büntes. Haj meg te is ő utánuk, ne lássunk tőled soha az életben se fiút, se leányt. Amikor Sára ezt meghallotta, nagyon elkeseredett sírva fakas, bement az apja szobájába, hogy felakassa magát. De aztán meggondolta a dolgot. Szégyent hozzak apámra? Azt mondják majd neki, mennyire szeretted azt az egyszem lányodat? S keserűségében az is felakasztotta magát. Nem szomorítom meg apámat, nem viszem sírba, nem akasztom fel magam, inkább majd jahuát kérem, hogy vegye el az életemet, s ne kelljen több csúfolódást hallanom. Aztán az ablaknál állva kitárt a kezét, és így fohászkodott. Légy áldott írgalomnak hatalmassága, legyen áldott a neved örökre, dicsőítsen minden alkotásod örökkön örökké. Adonáj, most fölemeltem tekintetemet, és rád a szememet. Szólíts el erről a földről, hogy ne kelljen több gyalázkodást hallanom. Tudod, Adonáj, hogy tiszta maradtam, nem érintett egyetlen férfi sem. Sem a magam nevére, sem az apámére nem hoztam szégyent itt, a fogság földjén. Egyetlen lánya vagyok apámnak, nem marad neki más gyermeke, aki örökölhetne utána, sem közeli rokona. S nincs olyan sem a rokonságban, aki miatt életben kellene maradnom, hogy a felesége legyek. Hetet már elvesztettem, mi értelme van hát az életemnek. De ha mégsem akarod elvenni az életemet, tekints rám és szány meg. Ne kelljen több gyalázatot elviselnem. Mindkettőjük imáját meghallgatta a fölséges Elohim. Elküldte Ráfáát, hogy gyógyítsa meg mindkettőjüket. Tobit szeméről távolítsa el a fehér foltokat, hadlásra szemével Elohim világát, sárát meg rágu ellányát adja hozzá Tobit fiához, Tóbiáshoz, és szabadítsa meg a rossz szellentől, azmodaustól. Mert minden más kérővel szemben Tóbiást illette a jog, hogy elnyerje. Tobit visszatért és belépett házába. Ugyanabban a pillanatban Ráguel lánya sára is elindult a fenti szobából. Negyedik rész Egyszer eszébe jutott Tobitnak a pénz, amelyet Gábo elnél hagyott, a médiai rágesben. Azt mondta magában, halálomat kívántam, miért nem hívom hát fiamat Tóbiást, és beszélek vele erről a pénzről, mielőtt még meghalnék. Magához hívatta hát fiát Tóbiást, és így szólt hozzá. Ha meghalok, temessel illendőképpen. Becsüld meg anyádat, ne hagyd el egész életedben, tégy kedvére és ne bántsd meg. Ne felejtsd el, fiam, hogy mennyi mindent állt ki érted, amíg méhében hordott. Ha meghal, temesd mellém, ugyanabba a sírboltba. Fiam, légy mindig hű Jahuához, ne és ne szegd meg a parancsait. Egész életedben a jót tedd, és ne járj az igazságtalanság útjain mert ha az igaz úton jársz, minden vállalkozásod sikerrel jár, mint a többieknek is, akik az igazságot szolgálják. Adj alamizsnát a vagyonodból, ne fordítsd el arcodat a szegénytől soha, és akkor Elohim sem fordítja el arcát tőled. Amennyi vagyonod lesz, a szerint segíts másokon. Ha sok lesz, adj többet, ha kevés lesz, adj kevesebbet, de ne feledkezzél meg a jótékonykodásról így szép kincset gyűjtesz majd magadnak az énséges napokra. Az Alamizna ugyanis megment a haláltól, és attól, hogy a sötétségre kerülj. A magasságbeli ugyanis úgy tekinti az alamizsnát, mintha neki adnánk értékes áldozati adományt. Óvak, hogy fiam mindenfajta kicsapongástól, feleséget őseid nemzetségéből végy magadnak, ne végyel idegen asszonyt, aki nem tartozik atyát törzséhez, mert mi a próféták nemzetsége vagyunk. Noé, Ábrahám, Izsák és Jákob az ősatyánk. Emlékezz csak arra, fiam, hogy ők mind a rokonságunkból vettek feleséget, és áldottak voltak gyermekeikben. Utódaiké lesz örökségképpen az ország. Szerest hát, fiam, a testvéreidet, és nevesd meg őket, népet, fiait és leányait, hanem közülük végy feleséget mert hiszen a gőg romlást okoz és sok nyugtalanságot. A tétlenség pedig szegénységgel és ínséggel jár. A tétlenség szüli az éjséget. Éjszakára nem maradjon nálad egyetlen munkásnak a béresem, hanem fizest ki rögtön. Ha Elohimnak szolgálsz, megtérül. Vigyázz magadra, fiam, minden tettedben, és tudd mindig, amit csinálsz. Amit magadnak nem szeretné, azt másnak se tedd ne így annyi bort, hogy részeg légy tőle, ne kísérjen életutadon az iszákosság. Ozd meg kenyeredet az éhezőkkel és ruhádat a rongyoskodókkal. Fölöslegesből adj alamizsnát, és szemed ne legyen irigy, amikor alamizsnát adsz. Tedd a kenyeredet, és önsd a borodat az igazak sírjára, és ne add a bűnösöknek. A bölcs emberektől kérj tanácsot, és neves meg semmi hasznos tanácsot. Minden időben magasztald Elohímet, és tőle kérd, hogy az egyenes úton járhass, s hogy útjaid és szándékaid jó véget érjenek. Egy népnek sem adatott meg a bölcsesség, hanem Jahua ad minden jót. Akit akar, azt fölemeli, akit akar, azt megalázza egészen az alvilág fenekéig. Édes fiam, ne feledd el tanácsaimat, ne vesszenek ki szívedből. Aztán, fiam, azt is elmondom neked, hogy tíz talentum ezüstöt letétbe helyeztem a médiai rágesban, Gabálnél Gábri fiánál. Ne félj, fiam, hogy szegények lettünk. Ha Isten félő leszel, és távol tartod magadat a bűntől, és azt teszed, ami kedves Jahua a te hatalmasságot szemében, akkor gazdag leszel. Ötödik rész Tóbiás így felelt apjának Tobitnak. Apám mindent megteszek, amit parancsolsz. De hogyan kérhetném el azt a pénzt, amikor ő sem ismer engem, és én sem ismerem őt? Milyen bizonyítékot adjak neki, hogy higgyen nekem, és visszaadja a pénzt? Aztán az utat sem tudom, amelyen médiába kellene mennem. Tobit ezt válaszolta fiának Tóbiásnak. Van róla írás, amelyet mind a ketten aláírtunk, aztán én kettévágtam, hogy mind a kettőnknek jusson belőle egy rész az egyik fele nálam van a másik a pénz mellett. Húsz éve már, hogy ezt a pénzt letétbe helyeztem. Most tehát, fiam, keres magadnak egy megbízható úti társat, aki a mi költségünkön él, amíg vissza nem jössz, aztán indulj, s hozd el a pénzt Gabáltől. Tóbiás elment, hogy egy jó vezetőt keressen, aki elkíséri médiába. Kint rafael találkozott az angyallal. Ott állt előtte, de ő nem tudta, hogy Elohim angyala. Megszólította, hová való vagy barátom? Az angyali így felállt. Testvéreid Izrael fiai közé tartozom, és azért jöttem ide, hogy munkát keressek. Tóbiás azt mondta neki. Tudod-e az utat médiába? De mennyire felállta? -e? Többször is voltam ott, emlékszem minden útjára. Sokszor jártam médiában, és egyik testvérünknél, Gabálnél kaptam szállást, a médiai rágesban. Egbatanától ráges két napi járóföldre van. Ráges a hegyek között, Egbatana a síkságon fekszik. Erre Tóbiás azt mondta neki. Rögtön jövök, barátom, csak szólok apámnak. Szeretném, ha velem jönnél, megfizetem béredet. Az így válaszolt, rendben van, megvárlak, de nem maradj sokáig. Tóbiás elment és megmondta az apjának, hogy talált valaki testvérei Izrael fiai közül. Az apja azt mondta, vezesd elém, hadd tudakozódjam a családja, meg a törzse felől. Meg kell nézni, fiam, hogy megbízható -e. Tóbiás kiment és szólt neki. Barátom, apám szeretne megismerni. Az anja belépett a házba, először Tobit üdvözölte, aztán azt kívánt neki minden jót. Tobit így szólt. Mi örömöm lehet még nekem? Megvakultam, nem látom a ragyogó eget. Olyan sötétség borul rám, mint a halottakra, akik már nem látnak világosságot. Élő halott vagyok. Hallom az emberek hangját, de látni nem látom őket. Az angyal azt mondta neki: Bízzál, Elohim nem késlekedik, meggyógyít. Bízzál. Tobi így szólt hozzá: Az én Tóbiás fia médiába készül. Elmennél vele, mint vezetője. Megfizetek érte, testvér. Így felelt neki. Elkísérem. Ismerek minden utat, mert sokszor jártam médiában. Bejártam a völgyeket és a hegyeket, ismerem minden ösvényét. Tobit így szólt. Testvér, melyik családból és törzsből származol? Elállulnád nekem, testvér? Miért érdekel a családfám? Szeretném tudni, kinek a fia vagy és mi a neved. Azárja vagyok, felelte. A nagy Ananiásnak a fia a testvéreid közül. Erre azt mondta neki. Elohim hozott testvér. Ne haragudj, hogy ki akartam puhatolni a törzsedet és a családodat, így hát testvérem vagy tekintélyes jó ágon. Ismertem Ananiást és Nátánt, a nagy Semája fiait. Velem jártak Jeruzsálembe, együtt imádkoztunk ott, s nem tértek le a helyes útról. Testvéreid becsületes emberek, jó családból való vagy. Örülök, hogy itt vagy. Majd így folytatta. Felfogadlak s adok minden napra egy drachmát, ezen kívül élelmet úgy, mint a fiamnak. Kejhát útra a fiammal, és megjutalmazlak még azon felül is, amiben megegyeztünk. Az angyali így felállt, vele megyek, ne félj semmit, oda is vissza is szerencsés lesz az útunk, mert az út biztonságos. Tobit így szólt hozzá, légy áldott testvér, aztán a fiához fordult. Készülj fel az útra, fiam, kelj útra testvéreddel. Elohim, aki az égben lakik, oltalmazzon benneteket idelent és vezéreljen vissza szerencsésen jó egészségben. Az ő angyala kísérjen, és védjen benneteket, fiam, Tóbiás kiment, hogy előkészüljön az útra. Megölelte apját és anyját. Tobit azt mondta neki, szerencsés utat. De az anyja sírt és így szólt Tobithoz. Miért küldted el a fiamat? Hát nem ő volt a bot a kezünkben, amikor jött és ment előttünk. Azt hiszem, nem a pénz a legfontosabb. A fiunkhoz képest meg nem is számít. Jó volt nekünk úgy élni, ahogy elohímatta. Tobit azt felelte, ne aggódj, fiunk szerencsésen odaér, aztán szerencsésen vissza is tér. Ha hazatér, majd magad is látod, hogy nagyon jól van így. Ne aggodalmaskodj, és ne mézd magad nővérem miattuk, hiszen jó angyal utazik vele, így hát szerencsésen lesz az útja, és egészségben haza is tér majd. Hatodik rész Erre abba hagyta a sírást. A fiatalember meg az angyal útra kelt, a kutya megment utánuk. Kettesben mendegéltek, és mire az első este leszállt a Tigris folyóhoz értek, és ott éjszakáztak. A fiatalember lement a folyóhoz, hogy megmossa a lábát. Egyszer csak kivetődött egy nagy hal a vízből, és be akarta kapni a fiú lábát. Erre felkiáltott, de az angyal biztatta: Fogd meg a halat, ne engedd el! A fiú elkapta a halat, és a partra húzta. Ekkor így szólt hozzá az angyal. Vágd fel a halat, vedd ki a szívét, a máját és az epéjét, és vigyázz rájuk jól, a belét pedig dobd el, mert a szív, a máj és az epe jó orvosságnak. A fiú felvágta a halat, s kivette a szívét, a máját és az epéjét. A hal egy részét megsütötték, hogy legyen mit enniük, a többit meg besózták. Aztán mind a ketten tovább vándoroltak, míg médiába nem értek akkor a fiú megkérdezte az angyalt. Azárja testvér, mire jó a hal szíve, mája és epéje? Az pedig így felelt neki. Ha elégetik a hal szívét és máját, s a démon vagy gonosz szellem gyötörte férfi vagy nő előtt füstölnek vele, mindenféle rossz nyavaja örökre elmúlik, még nyoma sem marad. Ami meg az epét illeti, az meg szemkenőcsnek jó, ha valakinek fehér foltok vannak a szemén, csak rá kell fújni a foltokra, és meggyógyul. Médiában jártak, és már egbatanak felé közeledtek. Amikor Rafael azt mondta a fiatalembernek, Tóbiás testvér, tessék felállt -e. Az angyal folytatta. Ma rokonodnál Ráguelnél éjszakázunk, s van neki egy Sára nevű lánya. Sárán kívül se fia, se lánya, te vagy a legközelebbi rokona, így hát elsősorban téged illat a lány, és apja vagyonára is igényt tarthatsz. A lány nyílt szívű, bátor és bájos teremtés, és az apja nagyon szereti. Jogodban van elvenni, hallgass rám testvér, beszélek majd a lányról apjával, hogy ma estétől fogva, mint menyasszonyodat őrizze neked. Ha aztán rágesből visszatérünk, megtartjuk a lakodalmat. Biztosan tudom, hogy Rágúelnek nincs joga megtagadni tőled a lányát, sem másnak adni. Mózes törvénye értelmében, halált érdemelne, ha így tenne, hiszen tudja, hogy a rokoni kapcsolat mindenki más előtt téged jogosít fel arra, hogy a lányát feleségül vedd. Hallgass hátrám testvér, ma este beszélgetünk a lányról, és megkérjük a kezét. Aztán, ha visszatérünk rágesből, hazavisszük magunkkal. Tóbiás erre így feletre a felnek. arja testvér azt beszélik, hogy már hétszer is adták, de a férje mindig meghalt a nálszobában. Akkor este halt meg mindegyik, amikor belépett a szobába, és úgy hallom az emberektől, hogy démon ölte meg őket. Ezért félek egy kicsit. Őt magát nem öli meg, mert szereti, de ha valaki közeledni próbál hozzá, azt megöli. Egyetlen fia vagyok atyámnak, és nem szeretnék meghalni. Nem akarom, hogy az értem való bánkódás a sírba vigye apámat és anyámat is nincs más fiúk, aki eltemetni őket. De az angyali így felállt. Nem emlékszel, mire intett apád? Meghagyta, hogy apád nemzetségéből védj feleséget. Hallgass hát rám, testvér, és vedd feleségül. A démon miatt ne aggódjál. Tudom, hogy ma éjjel feleségül kapod a lányt. Ha belépsz a nász szobába, fogd a hal máját és szívét, és tégy belőle a füstölőben levő parázsra a füst majd szétterjed, a démon megérzi a szagát és elmenekül. Többé nem kell félni, hogy találkozik vele az ember a lánynál. Aztán mielőtt egyesülnétek, előbb mindketten imádkozzatok. Kérjétek Jahuát, hogy ajándékozzon meg benneteket kegyelmével és oltalmával. Ne félj, hiszen öröktől fogva neked szánták. Neked kell ma megmentened. Veled tart majd, és biztosan tudom, hogy lesznek tőle gyermekeid akik olyanok lesznek majd neked, mint a testvérek. Ne tétovázz! Ahogy Tóbiás meghallotta Rafael beszédét, és megtudta, hogy Sára a nővére apja családjának a rokona, annyira megszerette, hogy szívét semmi sem tudta elfordítani tőle. Hetedik rész amikor Egbatanába értek, Tóbiás azt mondta: Azárja testvér, vezes egyenesen Ráguel testvérünkhöz. Az oda is vezette Ráguel házához, aki éppen az udvaron ült a kapuban. Először ők köszöntek neki, az megfogadta. Üdvözöllek, testvéreim! Elohim hozott benneteket. Ezzel betessékelte őket házába. Aztán azt mondta Ráguel a feleségének, Ednának: Mennyire hasonlít ez a legény testvéremre Tobitra. Edna megkérdezte tőlük, hová valók. Így válaszoltak. A Ninivébe hurcolt naftali fiai közül valók vagyunk. Ismeritek-e testvérünket, Tobitot? Igen. Hogy van? Él és egészséges. És Tóbiás azt is hozzátette. Ő az apám. Erre el felugrott, megcsókolta és sírva fakadt. Aztán így szólt hozzá, áldjon meg Elohim fiam, igen kiváló embernek vagy a fia, milyen kár, hogy egy ilyen becsületes és jószívű ember megvakult. A nyakába borult testvérének Tóbiásnak és zokogott, s Edna a felesége és Sára alánya is sírt. Aztán levágott egy kosta nyájból és szíves fogadtatásban részesítette őket. Megmosakodtak, megfürödtek és asztalhoz ültek. Akkor azt mondta Tóbiás fálnak. Azárja testvér, légy szíves, kérd meg Ráguet, adja hozzám a nővéremet, sárát, feleségül. Ráguel meghallott és azt mondta a fiatalembernek. Egyél, igyál, mulas, jól, csak rajtad áll, testvérem, hogy feleségül veszed a lányomat, sárát. Én nem tehetem meg, hogy máshoz adjam, hisz te vagy a legközelebbi rokona. De őszintén beszélek veled, fiam. Hétszer is megpróbáltam, hogy férjet szerezzek neki a rokonaink közül, de amint közeledtek hozzá, még azon az éjjel mind meghaltak. De most egyél és így áll, fiam, Jahó majd megajándékoz kegyelmével és békéjével benneteket. Tóbiás kijelentette, hallani sem akarok evésről, ivásról, amíg meg nem mondott kereken, mi a szándékod. Rágúali így felállt, nos, mivel Mózes törvénye szerint a tiéd, az ég is azt akarja, hogy a tiéd legyen. Rád bízom hát nővéredet. Mostantól a bátyja vagy, ő meg a nővéred mától kezdve örökre a tiéd. Jahua legyen hozzátok irgalmas ma este, fiam, és árasszalátok kegyelmét és békéjét. Akkor rágul behívta a lányát sárát, kézen fogta, és ezekkel a szavakkal adta feleségül Tóbiásnak. Rád bízom, Mózes törvénye és parancsa neked ítéli feleségül. Vedd és vidd tiszta szándékkal atyádhoz. Az ég elohímja ágyon, Nektek szerencsés utat. Aztán a feleségéhez fordult és papírt hozatott az íráshoz. Megírta a házassági szerződést, amelynek értelmében a lányát feleségül adja Tóbiásnak, Mózes törvénye szerint. Akkor aztán neki láttak az evésnek, ivásnak. Rágul odaszólt a feleségének: Tedrendben, nővérem, azt a másik szobát is vezest be őket. Az el is ment, és megvetette az ágyat a szobában, ahogy az ura mondta, és odavezette a lányát elsiratta, aztán letörölte a könnyeit, és így szólt hozzá. Ne félj, lányom! Jahua fordítja örömre szomorúságodat. Bátorság, édes lányom! Aztán kiment. Nyolcadik rész. Amikor befejezték az evést és ivást, arról kezdtek beszélni, hogy lefekszenek, és az ebédlőből a nász szobába vezették a fiatalembert. Akkor Tóbiásnak eszébe jutott, amit Raffael mondott neki. Elővette hát táskájából a hal szívét és máját, és a füstölőben levő parázsra tette. A démon nem állhatta a hal füstjét, így el is menekült a levegőben, meg sem állt egyiptomig. Raffael üldözőbe vette, megkötözte és odaláncolta. Miközben a szülők kimentek és bezárták az ajtót. Tóbiás fölkelt az ágyból, és azt mondta Sárának, Kelj fel, nővérem!» Imádkozzunk együtt, és könyörögjünk Jahuához, hogy elnyerjük kegyelmét és segítségét. Az fölkelt, és elkezdtek imádkozni, hogy oltalmat találjanak. Tóbiás kezdte. Áldott vagy, atyáink Elohimja. Áldott a te neved örökkön örökké. Dicsőítsenek az egek, és mind a teremtmények mind örökké. Te teremtetted Ádámot, és hűséges segítőül mellé adtad a feleségét Évát tőlük származik az emberiség. Azt mondtad, nem jó az embernek, ha egyedül van. Alkossunk mellé hozzá hasonló segítőtársat. Adonai, én most nem rendetlen vágyja veszem el nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Enged, hogy írgalmat találjon, és találjak én is, és együtt öregedjünk meg. Közösen rámondták, úgy legyen, úgy legyen. Aztán éjszaka együtt háltak. Rágú el fölkált, és szólt szolgáinak azok mentek és segítettek neki sírtásni. Azt gondolta ugyanis magában, hát ha ez is meghalt, s mi nevetség és gúny tárgyává leszünk. Amikor a sír elkészült, Ráguel hazament hívta a feleségét, is így szólt hozzá. Küldj be egy szolgálót a szobába. Hadd nézze meg, vajon életben van-e Tóbiás. Ha meghalt, eltemetjük, mielőtt valaki megtudná a dolgot. Hívták a szolgálót, lámpát gyújtottak, kinyitották az ajtót, és a szolgáló belépett. Mély álomba merülve találta mindkettőjüket. Erre kijött és halkan ezt mondta. Nem halt meg. Minden rendben van. Akkor Rágúel e szavakkal magasztalta az ég elohímját. Áldott légy Adonai, minden tiszta ének zengje dicséretedet örökkön örökké. Áldott légy, mert örömben részesítettél, és amitől rettegtem, az nem történt meg velem, hanem nagy irgalmasságot szerint bántál velünk. Áldott légy, mert megkönnyörültél ezen a két egyetlen gyermeken. Ezen túl is légy hozzájuk, Adonai, irgalmas és oltalmazd őket. Örömben és kegyelemben éljék le életüket. Aztán meghagyta szolgáinak, hogy még hajnal előtt temessék be a sírt. Süttetett feleségével egy kemence kenyeret, aztán kiment a nyájhoz, kiválasztott két ökröt és négy birkát, beadta a konyhára, és megkezdődött a készülődés. Aztán hívatta Tóbiást, és azt mondta neki, tizennégy napig nem mehetsz el innen. Maradj itt, ahol vagy. Egyél, így áll nálam. Szerez örömet a lányomnak annyi gyötrelem után. Aztán vidd el a vagyonom felét, és tér vissza apádhoz akadálytalanul. Ha aztán meghalunk a feleségem is, én is, a tiéd lesz a másik fele is. Bátorság, fiam. Apád vagyok, Edna meg anyád mint nővérednek, ugyanúgy neked is szüleid vagyunk mostantól fogva. Csak bátorság, fiam. Kilencedik rész Tóbiás akkor Rafaelhez fordult. Azárja testvér mondta neki, védj magadhoz négy szolgát és két tevét, és indulj el rágesba. Menj el Gabáelhez, add át neki az elismervint, és vedd át tőle a pénzt. Azon kívül hívd meg, hogy jöjjön el a lakodalomra. Jól tudod, hogy apám számlája a napokat és ha csak egy napot kések is, nagyon fog aggódni. Azt is tudod, hogy milyen kijelentést tett Ráguál, így az ő esküje is kötelez. Rafael tehát elment négy szolgával és két tevével médiába Rágesba. Gabálnél szálltak meg, megmutatta neki az elismervényt, és közölte vele, hogy Tobit fia Tóbiás házasságot köt és meghívja a lakodalomra. Gábaál átadta neki a zsákokat, a pecsét érintetlen volt rajtuk. Felrakták őket a tevékre, és jókorán elindultak együtt a lakodalomra. Amikor megérkeztek Rágúához, Tóbiás éppen ebédelt, Fölkelt és üdvözölte Gábaált. Gábaás sírt, és ezekkel a szavakkal mondott rá áldást. Tökéletes, igaz és jótékony apának kiváló fia, Jahua adja meg neked, feleségednek, feleséged apjának és anyjának az ég áldását. Áldom az Elohimet, mert megláthattam unokatestvéremnek Tobitnak élő képmását. Tizedik rész Közben Tobit minden nap azt számolgatta, hány nap kell is az oda- és visszaérkezéshez. Mind elmúlt, és a fia még mindig nem ért haza. Azt gondolta magában, odalent talán elutasították őket. Vagy talán meghalt Gabál, és most nincs senki, aki odaadja a pénzt. Kezdett aggódni. Anna a felesége azt mondta, meghalt ez a gyerek, nincs az már életben. Elkezdte síratni a fiát, és kesergett. Azt mondta, jaj, fiam, miért is engedtelek el szemem fénye? Tobit rászólt, nyugodj meg, nővérem, ne aggodalmaskodjál, jól megy a sora. Valami közbe jöhetett nekik ott lent. Utitása megbízható, testvéreink közül való. Ne búsulj, nővérem, bármelyik pillanatban betoppanhat. De ő csak erősködött. Hagyd el, úgyis hiába akarsz becsapni. Meghalt a fiam. Minden nap kiment és kémlálta az utat, amelyiken elment a fia. Senkinek sem hit már. Amikor a nap lenyugodott, ő is hazament, hogy aztán egész éjjel keseregjen és sírjon, mert nem jött álom a szemére. Egy falat nem sok, de annyit sem evett egész nap. Éjjel meg egyfolytában siratta a fiát Tóbiást. Amikor vége lett a két hétig tartó lakodalomnak, Ráguel megfogadta, hogy ilyet rendez a lányának. Azt mondta Tóbiás Ráguelnek. De most már engedj el, különben apám és anyám azt hiszi, hogy soha többé nem lát. Arra is kérlek, atyám, engedd meg, hogy visszatérjek apámhoz. Mondtam már, milyen állapotban hagytam otthon. Ráguel azt mondta Tóbiásnak, maradj nálam, fiam. Küldök majd valakit apádhoz, Tobithoz, hogy hírt vigyen rólad. De Tóbiás nem tágított. Ne, inkább engedj el engem apámhoz. Ekkor Rágó el fölkált, átadta neki a feleségét, sárát és vagyonának a felét, szolgákat, szolgálókat, ökröket és juhokat, szamarakat és tehéket, ruhát, pénzt és házi fölszerelési tárgyakat. Aztán békében útra bocsátotta őket. Búcsúzóul ezt mondta Tóbiásnak. Jó egészséget kívánok, fiam, és szerencsés utat! Az ég jahuája legyen kedves hozzád és feleségedhez sárához! Remélem, hogy meglátom gyermekeiteket, mielőtt meghalok. Lányának sárának meg ezt mondta. Menj csak szépen az apósodhoz. Ők most már éppen úgy szüleid, mint mi, akik életet adtunk neked. Menj békével, lányom. Mindig jót halljak rólad, amíg csak élek. Aztán megcsókolta és útjukra bocsátotta őket. Edna azt mondta Tóbiásnak. Fiam és kedves testvérem, Jahua segítsen vissza, és adjon nekem olyan hosszú életet, hogy megláthassam gyermekeiteket, a tieidet, meg sára leányomét. Jahua színe előtt átadom neked a lányomat, hogy vigyázz rá. Ne szomorítsd meg egész életében. Menj békében, fiam, mostantól fogva anyád vagyok, és sára a nővéred. Bár csak mindannyian boldogok lehetnénk egész életünkben. Megölelte és örömmel elbocsátotta őket. Tóbiás elégedetten távozott Ráguáltól. Vidám szívvel magasztalta az ég és a föld urát, a mindenség királyát, hogy így sikerült az útja. Ő is áldással búcsúzott Ráguáltól és feleségétől Ednától. Nagyon boldog volnék, ha egész életemben tisztelhetnélek benneteket. 11. rész Mentek, még a Ninivével átellenben fekvő Kasserin közelében nem értek. Akkor azt mondta Rafa, tudod milyen állapotban hagytuk otthon apádat. Menjünk előre, tegyük rendbe a házat, s feleséged a többiekkel majd utánunk jön. El is mentek mind a ketten. Azt is meghagyta neki az angyal, hogy az epét vigye magával, a kutya megment utánuk. Anna csak ült, és az utat kémlelte, nem jön -e a fia. Egyszer csak megpillantotta, mint közeledett, és azt mondta az apának. Nézd csak, jön a fiad, meg az a férfi, aki vele ment. Rafael így szólt Tóbiáshoz mielőtt, még odaért volna apjához. Tudom, hogy megnyílik apát szeme. Kend a hal a szemére, az orvosság majd csípi és fehér hártyát választ le a szeméről, de visszanyeri a látását, és meglátja a napvilágot. Az anyja odafutott a fia nyakába borult, és így szólt, csak hogy újra láthatlak. Most már akár meg is hallhatok. És sírt. Tobit is fölkelt. Megbotlott, de azért ki tudott menni a kapun. Ekkor Tóbiás oda sietett hozzá, kezében vitte a hal epét. Ráfújt a szemére, és átölelve így szólt hozzá, bízzál atyám. Aztán bekente a szemét az orvossággal, megvárta, míg hat, majd mind a két kezével kivett egy-egy hártyát a szemes sarkából. Ekkor apja a nyakába borult. Sírva mondta, látlak, fiam, szemem fénye. Majd így folytatta. Áldott legyen Elohim, áldott legyen hatalmas neve, áldott legyen minden angyala, áldott legyen a neve mindörökké. Mert megfenyítette, de meg is könyörült rajta. Íme látom fiamat, Tóbiást. Tóbiás belépett a házba, és felhangon dicsőítette Elohimet nagy örömében. Aztán szép sorjában elbeszélte apjának, milyen szerencsés volt az útja. Meghozta a pénzt, feleségül vette rágú ellányát, sárát, ő is jön nem sokára, közel van a Ninive kapujához. Ekkor Tobit kiment Ninive kapujához, a menye elé nagy örömmel és Elohimet magasztalva. A Niniveiek nagyot néztek, amikor látták, hogy vezető nélkül jár kell, éppen úgy, mint azelőtt. Tobit elmondta neki, hogy Elohim megkönyörült rajta, és megnyitotta a szemét. Amikor Tobit közelért Sárához, fiának, Tóbiásnak a feleségéhez áldást mondott rá ezekkel a szavakkal. Elohim hozott lányom. Legyen áldott atyád, legyen áldott az én Tóbiás fiam, és légy áldott te is lányom. Elohim hozott otthonodba. Legyen részed örömben és áldásban. Lépj be, leányom. Azon a napon Ninivében minden zsidó ünnepelt, és unoka testvérei, Ahikár és Nádáb is eljöttek, hogy részt vegyenek Tobit örömében. 12. rész Amikor a lakodalom elmúlt, Tobit hívatta a fiát, Tóbiást, és ezt mondta neki. Fiam, legyen gondod rá, hogy kísérődnek megadda a bérét, stold is meg a kialkudott bért. Az megkérdezte, apám, mennyit adjak a szolgálatáért? Magam nem sajnálnám neki adni annak a felét, amit hoztam, jó egészségben és baj nélkül visszahozott, meggyógyította feleségemet, elhozta nekem a pénzt, és téged is meggyógyított. Mivel hálálhatjuk ezt meg neki? Tobit így szólt. Valóban őt illeti a fele annak, amit hoztál. Akkor Tóbiás hívatta útitársát, és így szólt hozzá. Fogadd el a felét annak, amit hoztál, azért, amit tettél, aztán menj békével. Akkor Rafael félrehívta kettőjüket, és így szólt hozzájuk. Dicsőítsétek Elohimet, minden élő lény előtt, és mondjatok neki köszönetet azért, amit veletek tett. Dicsőítsétek, és magasztaljátok nevét. Mindenki előtt hirdessétek az Elohim tetteit, mert méltó rá, és ne szűnjetek meg köszönetet mondani neki. A király titkait meg kell őrizni, Elohim tetteit azonban föl kell fedni és hirdetni kell. Tegyetek jót, és akkor nem árthat nektek a gonosz. Többet ér a bőjt imádsággal, meg az alamizsna igazságossággal párosulva, mint a nagy vagyon, ha jogtalansággal jár együtt. Jobb alamizsnát adni, mint aranyat gyűjteni. Mert az alamizsna megment a haláltól, és megtisztít minden bűntől. Akik jótékonykodnak, azok sokáig élnek. De akik védkeznek és rosszat tesznek, azok ellenségei saját életüknek. Megmondom nektek a színtiszta igazságot, és nem titkolok el semmit előttetek. Mondtam már nektek, hogy jó elhallgatni a király titkát, Elohim tetteit azonban ki kell nyilvánítani. Tudjátok meg hát, hogy amikor imádkoztatok, temek sára, kéréseteket, jahua meghallgatta, és a felséges szín elé vittem és felolvastam. Éppen úgy azt is, hogy eltemetted a halottakat amikor nem restelted, hogy fölkelj és abba hagyd az evést, hanem elmentél és eltemetted a halottat, megbízást kaptam, hogy próbára tegyem a hitedet. Ugyanakkor elküldött Elohim, hogy meggyógyítsalak, és a menyedet is sárát. Rafael vagyok egy a hét angyal közül, aki mindig készen áll arra, hogy Jahu a fölséges szín elé lépjen. Erre mindkettőjüket félelem fogtál, és arcra borultak, mert nagyon féltek. Az angyal azonban így szólt hozzájuk, ne féljetek, békesség nektek, magasztaljátok Elohimet mindörökké. Nem magamtól jöttem, hanem Elohimünk akaratából. Ezért őt dicsőítsétek minden áldott nap, mert őt illeti a köszönet. Azt hittétek, enni láttok, pedig az is csak látszat volt. Dicsőítsétek azért Jahuát a földön, és adjatok hálát Elohimnak. Most visszatérek ahhoz, aki küldött írjatok le mindent, ami történt. Ezzel fölemelkedett. Amikor fölkeltek, már nem látták többé. Magasztalták Elohimet, dicsőítő énekkel, és megköszönték neki, hogy ilyen csodát tett, hogy Jahua egyik angyala megjelent. 13. rész Erre Tobit így szólt. Áldott legyen az élő Elohim, mert uralma örökké tart. Mert büntetés kegyelmez, letaszít az alvilág mélységeibe, s felhoz a pusztulás helyéről, senki sem szabadulhat a kezéből. Dicsőítsétek Izráfiai a pogány népek előtt, mert ha szétszort is benneteket közéjük, ott mutatta meg nektek nagyságát is. Magasztaljátok minden élő lény előtt, mert ő Adonai, ő a mi Elohimünk, ő a mi atyánk, Elohim örökkön örökké. Megbüntet benneteket védkeitekért, de meg is könyörül rajtatok, és titeket a népek közül, amelyek közé szétszort benneteket. Ha szívetek, lelketek mélyéből hozzátértek, és igaz életet éltek szín előtt, felétek fordul, és nem födi el előletek arcát. Fontoljátok meg, mit tett veletek, s felhangon magasztaljátok, mondjatok köszönetet az igazságos jahuának, magasztaljátok az örökkévalóság királyát számkivetésem földjén, én is dicsőítem, hirdetem hatalmát és nagyságát a bűnös népnek. Térjetek meg bűnösök, igaz tetteket, vigyetek végbe szín előtt, ki tudja, talán hozzátok is irgalmas lesz és megkönyörül rajtatok. Magasztalom hatalmasságomat, és lelkem örül az ég királyában. Hirdesse nagyságát minden ajak, és dicsőítsék Jeruzsálemben. Jeruzsálem, te szent város, Elohim kezed műve miatt büntet, de újra megkönyörül az igaz fiakon. Dicső is Jahuát, amint illik, és adj hálát az örökké valóság királyának. Akkor örömmel fölépíti benned megint templomát, boldoggá teszi mind a foglyokat, és szeretni fogja a szenvedőket minden nemzedékeken át örökké. Ragyogó világosság támad majd a föld minden táján, Eljön számtalan nép messziről, a föld határairól, hogy Elohimünk Szent nevének közelében lakjék. Ajándékot hoznak a kezükben, ajándékot az ég királyának, nemzedék, nemzedék nyomába lépve, megtisztel öröménekével és a kiválasztott neve fennmarad nemzedékről nemzedékre. Átok rá, aki gúnyol, átok rá, aki elpusztít, lerombolja a faladat, ledönti bástyáidat, fölégeti házaidat örökké áldott, aki felépít. Örülj és vigadj igaz fiaid miatt, mert összegyűjtik őket, és akkor dicsőítik az örökké való jahuát. Boldogok, akik szeretnek, boldogok, akik örülhetnek, majd békédnek. Boldogok, akik siránkoztak pusztulásodon, mert örömük lesz benned, és mind megérik jövendő boldogságodat. Ágyad lelkem Jahuát, a nagy királyt hiszen Jeruzsálem újra fölépül, és az ő háza is minden időkre. Boldog volnék, ha nemzetségemből valaki megérné, megláthatná dicsőségedet, és magasztalhatná az ég királyát. Zafírból és smaragból épülnek majd Jeruzsálem kapui, drága kőből a falaid, aranyból lesznek Jeruzsálem bástyái és színaranyból a falaid. Rubinnal és ofírkővel lesznek kirakva Jeruzsálem utcái, Jeruzsálem kapuiban újra visszhangzik majd az örömének, és minden háza azt harsogja. Alleluja! Áldott legyen Izrael Elohimja! Örökre dicsőítsék benned a szent nevet! 14. rész Így fejezte be Tobit dicsőítő énekét. Tobit 112 éves korában békében meghalt, és Ninivében temették el illő tisztességgel. 67 éves volt, amikor megvakult. Gyógyulása után nagy jó módban élt, jótékonykodott és nem szűnt meg dicsőíteni Elohimet és magasztalni nagyságát. Amikor érezte, hogy közel a halála, odahívta a fiát Tóbiást és így tanította. Fiam, vedd gyermekeidet és költöz velük médiába, mert hiszek az Elohim szavának, annak, amit Nahum Ninivéről mondott. Minden beteljesedik és megvalósul, amit Izrael profétái Asszíriáról és Ninivéről jövendöltek, akiket Elohim küldött, nem hiúsul meg egyetlen szavuk sem. Minden megtörténik majd a maga idejében. Akkor majd nagyobb biztonságban lesz az ember médiában, mint Asszíriában és Babilóniában. Mert tudom és hiszem, hogy amit Elohim mond, az mind bekövetkezik és megtörténik, és abból, amit jövendől nem hiúsul meg egyetlen szó sem. Testvéreinket akik Izrael földjén élnek, számba veszik és elhurcolják messze szép hazájuktól. Izrael egész földje elpusztul, Szamária és Jeruzsálem pusztasággá lesz, az Elohim háza is elhagyatott lesz és üszkös egy ideig. Akkor Elohim megint megkönyörül rajtuk és visszavezeti őket Izrael földjére. Újra fölépítik házát, ha nem is lesz olyan szép, mint a régi volt, addig még el nem jön annak is az ideje akkor aztán minnyáján hazatérnek a fogságból a teljes pompájában, újjáépítik Jeruzsálemet és újra fölépítik benne Elohim házát, amint Izrael profétái előre megmondták. A föld minden népe Elohimhez tér majd és igazságban féli őt. Mind elhagyják hamis hatalmasságaikat, akik tévedésbe vitték őket, és igazságban dicsőítik majd az örökkévaló Elohimet. Izrael minden fia, aki addig megmaradt, tiszta szívvel gondol Elohimra. Eljönnek és Jeruzsálemben gyűlnek össze, és attól kezdve biztonságban lakják majd Ábrahám földjét, és az a tulajdonuk lesz. Azok, akik igazságban szeretik Elohimet, mind örülnek majd. Azok pedig, akik bűnt és igazságtalanságot követnek el, eltűnnek a föld színéről. Nos, fiaim, lelketekre kötöm. Szolgáljatok igazságban Elohimnek, és azt tegyétek, ami kedves előtte. Kötelezzétek gyermekeiteket is arra, hogy ők is az igazságot szolgálják is. Alamizsnálkodjanak, el ne feledkezzenek Elohimről, magasztalják nevét minden időben, igazságban és minden erejükből. Hagyd hát el, fiam, Ninivét, nem maradj itt. Amelyik napon mellém temeted anyádat, akármilyen nap is lesz az, még aznap kell útra, és nem maradj tovább ebben az országban, mert azt látom, hogy hűtlenség és istentelenség uralkodik benne. Látod, fiam, mit tett Nádába nevelő apjával, a hikárral. Hát nem élve a föld alá akarta juttatni. De Elohim megfizetett az elvetemült gonoszságáért, áldozata szeme láttára, mert Ahikár megmenekült, ő pedig az örök sötétségre került büntetésül, amiért Ahikár életére tört. Jó tetteiért Ahikár kikerülte a halálos csapást, amit Nádáb állított neki. Nádába azonban beleesett a saját csapdájába, és el is pusztult. Hát látjátok, gyermekeim, hova vezet az alamizsna, és hova az istentelenség? A halába. De most már nagyon fogytán van bennem az élet. Lefektették az ágyára, meghalt és tisztességgel eltemették. Amikor anyja is meghalt, Tóbiás az apja mellé temette el, aztán feleségével és gyermekeivel médiába költözött. Egbatanában lakott, Ráguálnál, az apósánál. Örökségükben gondoskodott apósáról és anyósáról, aztán el is temette őket. Egbatanában médiában. Tóbiás örökölte Rágóá vagyonát is, meg apjáét, Tobitét is. 117 évet élt tisztességben, becsületben. Még halála előtt tanúja volt Ninive pusztulásának. Látta, hogyan veti fogságban Niniveieket, Küvakszarész média királya, és hurcolja el őket médiába. Magasztalta Elohimet mindazért, amit a Niniveiekkel és az asszírokkal tett míg halála előtt megelégedéssel láthatta Ninive sorsát, és magasztalhatta Jahuát örökkön örökké. Ámen. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat ö, helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!